Én háromféleképpen szoktam a fényképezést megmagyarázni. Vannak egy klikkelők, tudod, és nyomják. Reggel teszik, hogy nyomják a képeket. Azok nem is tudom, hogy hívjam őket, de vannak aztán a fotósok, akik nagyon érdekes munkájuk van, mert ez mind olyan dolgokat fényképez, ami érdekes, aminek sztoria van, futballmeccs, boxolás, partik, mennyasszony, én ezeket fotósoknak nevezem. Na most vannak olyan emberek, akik fényképészek, akik fénnyel és ésszel fényképet csinálnak. Mert egy képet megcsinálni legalább olyan jól nehéz, mint egy ilyen festményt. Mert nekem itt van 10 festményem, ami mind az én képemről lett csinálva. Ennek minden grafikai, művészi, geometriai, mindenféle szabálynak benne kell lenni, amit egy festők tanulnak 6 év alatt. Ez a fényképészet nem nehéz, mert Los Angeles mellett van egy kis falu, Santa Barbara, ott van egy kis iskola, és ott engem tanítanak 40 éve, mint egy legjobb portréfényképészt, és meghívtak kétszer vendégtanárnak, 154 ezer dollárért, 4 év alatt megtanítják az alapokat. Hozzá mindig lehozták a könyveiket, a képeiket, megnéztem. Van, aki jó volt, de van, aki abszolút nem volt jó. De ez is kell egy kis tehetség. De egy közepes vonalon meg lehet ezt tanulni. De meg kell tanulni, és ez nem olyan könnyű, mint ahogy egyesek gondolják. Igazi vizuális művészet, aki látja a matematikát, mert az egész világ matematika. Amikor a zenészek olvassák a kottát, az is matematika. Amikor a táncos felugrik a színpadon, és ez geometriai formában ugrik föl, az is matematika. A forma nagyon fontos. Aki olyan képeket csinál, amelyikben nincsen geometria, az olyan, mintha én elmennék táncolni az operába. Ez a véleményem. Minden képnek, minden vizuális dolognak tudnék az a helyzet, hogy megállapították, mióta a fejünket be tudják tenni az MRI masinába, hogy a mi szinapsziseink az agyunkban geometriai szögben mozognak, és ennek következtében minden geometriai, szép geometriai forma az vonzza a szemet. Ha most így produkálunk bármilyen művészi dolgot, az lehet festészet, grafika, épületek, szobaberendezés, ez mind geometriába kell elrakni. Mert ha nincs geometriában, nekünk nem tetszik. Nekünk csak azt tetszik, ami geometriai formája van. Természetben is minden geometriai forma. Na most, hogyha fényképezni akarunk, ezt a geometriai formát rá kell vinni a képre. Ha nincs rajta a képen, akkor szerintem az sem. És itt a portréfényképészetről. A portréfényképezés nagyon különböző. Ez egy certain koncepció, hogy mire kell az a portré. Mert lehet csinálni egy portrét, hogy alig látszik az arcod, de a hajad gyönyörű rajta. Ez egy nagyon jó portré hajfestő reklámnak, vagy egy fodrásznak a reklámnak. Vagy kell egy kép, hogy színész legyél. Ott 3-4 különböző arcokat szoktam lefényképezni, teljesen másképp néznek ki. Akarod, majd tudunk belevágni képet. Úgyhogy sokféleképpen le lehet egy arcot fényképezni, de hogy egy portrét hogy fényképezzünk le, ott a fényképezés a legkevesebb. A legkevesebb a fényképezés, hogy milyen géppel fényképezés, az se számít. A fényképezés, a világítás, a műterem, az körülbelül ennyi. Hogy te milyen direktor vagy, hogy a kifejezés, ami a legfontosabb egy portrénál, az ilyen nagy. Az egy nagyon jó direktornak kell, hogy legyél. Ha nem vagy jó direktor, ne csinálj portrét. Ne csinálj portrét. Mert az, hogy valaki is azon leül, és megnyomják a gombot, az nem egy portré. Egy jó portrénak úgy kell kinézni, hogy így nézzen rád. Bele a szemedbe. Ez nem csak a fényképészet, de a festményben is két fontos, legnehezebb dolog megfesteni, valószínűleg te tudod, a szem és a kéz. A szem a legfontosabb, hogy a szem rád nézzen, és úgy nézzen rád, hogy imádlak, rád akarok most ugrani. Ezt nagyon fontos elérni, úgyhogy ez egy ilyen hosszú dumakör. Egy csomó fényképész csak a gép mögé néz, és csak rákiabál az illetőre, mosolyog, húz fel a szemöldöködet, nem.
azt így meg kell vele beszélni. Hőlem valaki megkérdi, hogy mi fényképész legyen. Mi, lennék egy jó portréfényképész? Ez mondom, minden attól függ, hogy nekem milyen personalitéd van, és milyen direktor vagy. Hogy tudsz egy lányt fölvinni a lakásodra, vagy belinni vacsorázni egy 15 perces duma után? Ezt meg tudod csinálni, akkor beled egy nagyon jó portréfényképész lesz, mert neked mindent meg kell neki mondani, hogy te mit akarsz. Be kell állítani mindent, mert egy jó portrébe van állítva. Általában az a jó arca az embereknek, aki minden nap nézi a tükörbe magát. Te be tudod magadat állítani, és tulajdonképpen, amit te beállítasz, te egy geometriai szögbe állítod be az arcodat. Mert a geometria az arcnál is nagyon fontos. Fontosabb, mint bármi másnál. Ezt úgy tudom bebizonyítani, és ezt mindenkinek meg is magyarázom, mielőtt lefényképezzem, hogy nem lehet így mozogni. A tükörbe is millimétereket mozdunk el. És akkor beállítottad magadat, és ha legjobban tetszel magadnak, akkor még mindig megpróbálod, ha egy picit elmozdult, hát ha jobb, és egy picit elmozdulsz, de abban a pillanatban visszaveszed a fejed, igaz? Mert nem lett jobb. Mert amit te tudatalattilag beállítottad magadat geometriailag, az a legjobb. És ha ezt kipróbálod egy picit másképp, már akkor az nem jó. Úgyhogy milliméterek számítanak, mert ahogy a geometriáról az előbb beszéltünk, ez az arcra is vonatkozik. Csak azért a portréfényképezés a legnehezebb, mert az nem egy asztal. Egy asztalnak könnyű a geometria formáját lefényképezni, vagy egy háznak. De egy arcnak, amelynek egy amorf formája van, azt nagyon nehéz beállítani. És nem beszélve arról, mikor valaki be van állítva, az még csak a kezdet. Utána egy olyan kifejezést kell csinálni, mint hogy te bemutatod, mert így is be lehet mutatkozni, hogy Szipán Márton vagyok, vagy így is be lehet mutatkozni, hogy Szipán Márton vagyok. Fölhúzd egy kicsit a szemöldököd, egy picit mosolyogsz, és úgy nézel, hogy oda vagy az illetőért. Ugyanezt a kifejezést kell csinálni, mert ezt a képet százan és százan, 10-20-50 év múlva is meg fogják nézni. De így nézel a képen, vagy így elnézel a képen oldalt, hát én így nem mutatkozok be neked. Én el akarok adni neked egy árut, és ha egy portrét csinálok, akkor így rád nézek, és így adom el. Igaz? Nem úgy, hogy itt a portré, és egy oldalt nézek, mint ahogy egy csomó reklámképet látsz, hogy árulja a dolgokat, és akkor a szemével oldalt néz. Ennek egy magyarázata van, hogy szemet, kezet a legnehezebb lefényképezni. Úgy lefényképezni egy szemet, hogy belenézzen a gépbe. Illetve én úgy fényképezek, hogy az arcomat lássák. Legtöbb fényképész így fényképez. Mosolyog, szemed föl, húz fel a szemöldököd. Hát így nem lett direktor. Ez olyan, mint a moziba a direktor így mondaná meg a színésznek, hogy mit csináljon. Hát nem, bele szembe kell lenni, és egy kontaktot össze kell tenni. Ez a legnehezebb a portréba. A fotózással mikor kerültél kapcsolatba? Ez egy nagyon véletlen dolog volt, de én szerintem semmi sem véletlen az életben. Már majdnem fel akartuk adni az üzletet, azzal együtt, hogy a John Wayne volt a kirakatban, Pasila Presley és mind ismert emberek, azért csak nem ment olyan jól. De közben hallottam, hogy a California Girl magazinnak a fényképésze, nem is a fényképésze volt baj, Hongkongból jöttek vissza, és elront, az összes filmet rosszul hívták elő. És nagyon zavos volt a publisher, és kirúgta a palit, és keresett egy fényképészt. És elmentem, megmutattam neki a képeimet, de mondtam, hogy ne nézze meg a képeimet, adjon nekem két modellt, kimentünk Chinatownba, és mondom, hogy lefényképezem Chinatownba ezeket a ruhákat úgy, hogy úgy fog kinézni, mint a Hongkongban lett volna. És én tényleg meg is csináltam, a Pali megnézte, azt mondja, hogy ezek jobb képek, mint amit Hongkongban csináltak. Úgyhogy abban a pillanatban nem is csináltunk szerződést, 10 évig dolgoztam a magazinnak, és az egész világot bejártam, Tokiótól kezdve, Hongkongon keresztül, Róma, egész európai városok, az összes Pacific-szigetek, az összes Hawaii-szigeteket, én mindenit fényképeztem 10 évig. De itt Magyarországon azt mondják, hogy én csak arcokat tudok fényképezni. Ugye a tájakat is ugyanúgy, hogy azért mentünk ide, hogy könnyebben el tudták adni a ruhákat, az edet, a reklámképeket, hogy szóval-szónak a ruháját Hongkongba fényképezzük le itt és itt, vagy Rómába, a Pantheon előtt lesz lefényképezve a te ruhád, és ez nem kerül többe.
mert a publisher fantasztikus, ügyes Pali volt, mind ingyen jegyeket kapott, ingyen szállót kapott, minden, és fantasztikusan meg tudtuk ezeket a dolgokat oldani. Milyen jó a divatfotó? Hát a divatfotónak eredetileg az volt a lényeg, hogy úgy fényképezzük le a ruhát, hogyha valaki ránéz, minden részét meglássa a ruhának, és megtetszen neki, és megvegye. És megint a geometriát kell használnom, egy ruhát úgy kell lefényképezni, hogy geometriai formája legyen a modellnek. Ez egy nagyon nehéz dolog, mikor én kimentem Amerikába, azt mondták, 30 éven alul nincs jó modell. Tudnék, hogy a ruhát úgy kellett megmutatni, hogy minden része látszódjon. Minden része, minden gomb, minden varázsnak kell látszódni, és amellett egy gyönyörű geometriai formába kell pózolni neki, hogy vonza a szemet. Most az a helyzet, hogy 50 év után annyi magazin jött ki, annyi modellre lesz szükség, annyi minden, hogy nem lehet ennyi jó modellt keríteni, és az egész koncepciót megváltoztatták most. Most nem a ruha. Régen így fényképezték a modelleket, hogy a ranca ne is befolyásolja a ruhát, hogy csak a ruhát nézzék. Most az egész megfordult. Most nem fontos a ruha, mert régen egy gyűrödés volt a ruhám, már azt nem közölték le, mert az a ruha nem passzolt. Régen egy modellnek lapos melle volt, semmi feneke nem volt. Mert ha van, akkor az ráncolta volna a ruhát. Na most ehhez nagyon jó modellek kellettek, mell, fenék nélkül, és gyönyörűen kellett geometriai szögben mozogni, mint egy táncosnak. Ezek a modellek 500 dollárba kerültek egy órára. Ezeket is meg kellett igazítani, de ezek majdnem meg tudták jól csinálni, mert a öltözőbők maguk beállították magukat, megcsinálták, hogy a ruha legjobban látszódjon, úgyhogy egy kicsiket kellett korrigálni. Most ilyen modellek nagyon kevés van, és most kitalálták, hogy a modell adja el a ruhát, nem a ruhát veszik meg, és ezért van az, hogy egy nagy cicik vannak, a combja kilátszik, amikor leül, szép nagy fene, ez szóval szexinek néznek ki a modellek, a ruha nem is fontos, de aki ilyen szexi, gyönyörű nőnek van egy ruhája, az biztos jó. Szóval nem a ruhát adják el, tulajdonképpen a modelleket. Most ez a divat, ez kb. 20 évvel ezelőtt jött be. Én, ha fényképezek most divatot, én megmondom őszintén, én mindig a geometriai formára figyelek, én azt szeretem, az én képemet nézik. Hányféle világítás van, és milyen fajták? Többféle világítás van, mert például süt a nap, az is egy világítás. Ha be van borulva, az is egy világítás. Általában én kétféle világítást szoktam megkülönböztetni, a napfényt, amit a fényképészetben spotfénynek hívnak, ez. Látjátok? Egy nagyon erős árnyék vonalat csinál. Mentől messzebb visszük, annál erősebb ez a vonal. A nap tulajdonképpen egy nagy áramforrás, egy nagy fényforrás, de olyan messze van, mentől messzebb elvisszük, annál keményebb lesz a fény. Na most, ha beborul, az egy második fajta világítás. Látjátok most az árnyék és a fény közti különbséget? Lágy lesz. Na most az a helyzet, ez nagyon éles, ez a fény, a napfény, minden látszik rajta, színbe élénk, és minden vonalat minden domborulatot kihoz. Például egy gumikereket kell lefényképezni, én ezzel fényképeznem le. De ha valakinek, egy idős hölgynek olyan az arca, mint egy gumikerék, akkor azt így lágy fénnyel fényképezem le. Ugye ez a két fény van tulajdonképpen. Van, akinek erős arca van, és szeretnénk az arcának az erősségét kihozni, azt ilyen fénnyel csináljuk. De ha valakit azt akarjuk, hogy kellemesen nézzen ki, lágy fénnyel csináljuk. Általában ez egy szabály, mentől nagyobb a fényforrás, annál lágyabb a fény. Az én fényforrásom 10 méteres volt, olyan, mint ez az ablak itt. Én az ablaknál fényképezek, a délben, napközben nem is használok lámpát, mert megmondom őszintén, én többször voltam Párizsba, fölmentem a Montmartre-ra, és megnéztem azokat a stúdiókat. És azok a stúdió pont így néztek ki, mint az egy szobám, csak nem kerek volt az ablak, hanem egyenes, de ilyen nagy volt. Nem volt benne se beauty lámpa, se bang, se nem tudom milyen lámpák.
csak egy üres szoba, és ez az egy fénnyel a Mona Lisát én szerintem elég jól megfestették. Úgyhogy nem kell 4-5 lámpa, mint ahogy itt a stúdióban általában az egész világban használnak. Én már voltam a stúdióban, leszámoltam, 12 lámpa volt a falon fölrakva. Úgyhogy minek, én nem tudom. Mert általában a fénynek két tulajdonsága van. A csúcsfény, az a fény, ami az orradon van, és minden részeden, és az árnyék. Na most, ha két lámpával fényképezünk, akkor két csúcsfény lesz, két árnyék lesz rajta. Ha három lányal fényképezünk, akkor három árnyék lesz rajta, és három csúcsfény. Úgyhogy ez teljesen torz képet, azt szerintem. Na most van, most ez egy új dolog, a televízión látom, hogy több lámpával megvilágítanak messziről, de az tulajdonképpen megint olyan, mintha egy ilyen lapos fényen lenne megvilágítva, mert egy beng az körülbelül ilyen. Na most ebből az egy bengből négyet egymás mellé állítunk, és négyet fölé állítunk, az olyan lesz, mint ez az ablak. Úgyhogy az is egy nagyon jó fény, ha 8 lámpával világítok meg valakit, de az a 8 lámpa legyen egymás mellett, nem úgy, hogy külön. Ezek a televízió felvételeket is, én voltam sokszor televízión, van, ahol szimpla lámpával világítanak, ott nem néztem ki olyan jól, de ott is már sok helyen visszavert fénnyel világítanak. Egy visszavert fény sokkal szebb. Na, nyertok? Ugyanazt a hatást lehet elérni, mintha szembe volna. Látjátok, milyen szép, szép vonala van neki. Ez majdnem ugyanaz, mint ez. Mentől közelebb vagyunk a fényhez, annál lágyabb lesz a fény. Messze-messze menjünk, annál keményebb lesz a fény. Valami kérdésed van a fényel kapcsolatban? Mindenki a fényről beszél tulajdonképpen. Nekem van egy fényképem, több is, ahol ha leveszünk az összes árnyékot, akkor nem marad semmi a képen. Akkor tulajdonképpen nem a fény a fontos, az árnyék. A fény az csak egy olyan eszköz, mint a fényképezőgép, hogy egy fényképet csináljunk. A fény csak azért kell, hogy árnyékot produkáljunk. Árnyék nélkül nincs forma. És egy fényképbe, vagy bármilyen vizuális ártba a forma a legfontosabb. A forma nélkül szerintem az nem művészet. Formát kell mindenbe belevinni. Ezt világítással tudjuk elérni, vagy művilágítással, vagy szabad fénnyel. Én nem szeretek fényképezni, úgy akarom a képeimet megcsinálni, hogy ne látszódjon, hogy műteremben van. A Van Gogh szerint az egy szép szemfény, ami a visszavert fényt, amivel világítok, benne van a szembe. Én azért szeretek ezzel fényképezni, mert akkor nem is látják, hogy a lámpával, vagy mivel lett csinálva, a függöny látszik a szembe. Azok a képek, ahol egy pont, két pont, három pont, négy pont van a szembe, az három-négy lámpával van világítva. Nekem a komputerem vannak ilyen képeim, meg tudom mutatni. Annak nincs formája. Négy lámpával világított képnek nincs formája. Az ilyen lapos. Úgyhogy egy lámpával lehet csak világítani, és ezzel az árnyékkal tudjuk formálni a fejet. Egész másképp néz ki valaki így, vagy így.